Külhoni vendégek látogattak Tolnára az elmúlt héten. A delegáció képviselői Tappelszofer Ágnes polgármester köszöntötte. Örülök, hogy pont abban az időpontban tudtak jönni, amikor a Bárka Fesztivál is zajlik. Így egy kicsit a városon túl, tehát a város fizikai adottságain és új beruházásain túl, egy kicsit a város kulturális és fesztivál életébe is be tudjuk őket vonni. Én nagyon hálás vagyok, hogy eljöttek, és különösen nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Kovász nem egyéb prefektus, aki Uzon község korábbi polgármestere volt, dr. Ádó István, ő is a delegáció, az erdélyi delegáció része. Ez már egy nagyon régóta tartó, mind a kettő már nagyon régóta, hosszú évek óta tartó kapcsolat. Én ebbe értelemszerűen 18 éve kapcsolódtam be, tehát a 18 év is már egy ember életében is már elég hosszú idő, úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy barátként köszöntjük őket, akár itt vannak Tolnán, akár mi utazunk hozzájuk külföldre. A delegációt szombat este az egyik helyi hotelben borkóstolón vendégelték meg. Péntek este érkeztek a vendégek, akkor a vacsora után levittük őket a Dunapartra, és ott már a Bárka Fesztivál esti programai részt tudtak venni. Ma a Versegi Ferenc Habán keramikus mutatta be az ő munkásságát és az ő kis kiállító termét, és a városban az utóbbi években egy olyan nagy beruházás történt, ami én fontosnak tartottam, hogy bemutassunk a vendégeinknek, ez a Tolnavárosi Bölcsődének a bemutatása. A vajdasági Palics egy 7000 fős település. Ami az ottani elnevezés szerint Szabadka városhoz tartozik. Itt Magyarországon már nyilván városi rangban lenne, de mi egy kicsit másként áll ez a közigazgatási felosztás Szerbiában. Szerencsére már nagyon régóta tart ez a testvértelepülési együttműködés, úgyhogy nem ez az első alkalom, hogy itt vagyunk Tolnán. Mindig nagy szeretettel jövünk, mert nagy szeretettel várnak itt bennünket, és nem csak a Bárka Fesztivál, valamint Városnap alkalmával tudunk barátkozni, találkozni, hanem a művelődési egyesületek által évente a csapatok többször is tudnak találkozni, valamint a lakosoknak is igyekszünk a tudatába hozni azt, hogy nekünk vannak testvértelepüléseink, és hogy megéri őket meglátogatni. Az erdélyi Uzon községből érkezett vendégek is kiválóan érezték magukat a Tolnán töltött napok során. A testvértelepülési kapcsolat több mint 20 éve, hogy megalakult, kialakult, és mindnyájan azt érezzük úgy Uzon községben, mint itt Tolna városban, az itt élő emberek is, hogy egy gyümölcsöző, és ugyanakkor az együttműködés szempontjából egy virágzó kapcsolat, amelyre lehetett alapozni mindig, amely nem csak a pálinkás pohár emelésében merült ki, hanem gazdasági, kulturális és idegenforgalmi háttérrel is rendelkezett és bővelkedett. Uzon község első embere már Sümegi Zoltán polgármestersége idejében is járt Tolnán. Jelen pillanatban egy 11 tagú küldöttség élén vagyok, Uzon község polgármestereként, az Tappelszofer Ágnes polgármesterasszony meghívására. Minden nagyon szép, nagy örömmel vettük azt, hogy vannak megvalósítások a településen, és ezúton is szeretnék gratulálni Ágnes polgármesterasszonynak az elmúlt évek fejlesztéséért. Például a ma délután megnézett bölcsőde az egy csodálatos létesítmény, amit szerintem minden tolnai lakos, vagy legalábbis azok, akik ugyebár részesülhetnek ebben ennek az intézménynek az előnyeiben, nagy szeretettel fogadtak, úgy gondolom. Nálunk Uzon községben is épül egy napközi otthon, de én úgy látom, hogy messze nem érjük el még egyelőre ezt a szintet, ha bár nagyon szeretnék mi is, hogyha egy ilyen bölcsödénk lehetne, vagy napközi otthonunk. Ugyanezen az úton szeretnék gratulálni a Balogh Zoltán polgármester úrnak az elnyert funkciójáért, és kívánok neki kitartást, erőt és egészséget ahhoz, hogy ezeket az elkezdett munkálatokat, meg a megvalósításokat tovább tudja vinni a közösség javára.